Megtagadta a civil szervezetek migráns hajóinak kikötését az új belügyminiszter Olaszországban. Róma továbbra is kitart a zárt kikötők politikája mellett, bár növekszik a nemzetközi feszültség. Berlin szerint nemzetközi kötelességüknek tesznek eleget a civil hajók, amikor emberéleteket mentenek a földközi tengeren. Az olasz belügyminiszter szerint azonban az NGO hajók anya országainak kellene a nemzetközi vizeken felvett migránsokra gondoskodni. Természetesen beszéltünk az Olaszországra nehezedő migrációs nyomásról is. A különböző álláspontok megvitatása során hangsúlyoztam, hogy számunkra prioritást élvez az ország határainak védelme, mely valójában az európai jogszabályokban foglalt prioritás. Az új olasz kormány tehát úgy tűnik bekeményített a migránsokkal kapcsolatban. Kérdés, hogy Matteo Salvini és Meloni miniszterelnök asszonynak mennyire lesz hatása, ráhatása erre a problémára, és mennyire szólnak Brüsszelből, hogy ezt nem így kellene csinálni. Vendégem Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jelez akkor valamit az új olasz kormány teljesen más hozzáállása? Feltétlenül. Egyébként ez a migrációval kapcsolatos álláspont, ez a kampányban is kiemelt szerepet játszott. Én úgy gondolom, hogy az olasz lakosság, a szavazóbázis eléggé világos üzenetet fogalmazott meg ezzel, hogy az eddigi kormány helyett egy jobboldali kormánykoalíció került hatalomra, és a választási ígéretek mellett, több más, persze sok más ígéret mellett, ez is egy nagyon fontos eleme volt kampánynak, és most ennek megkezdődött a végrehajtás. Ugye arról van szó, hogy három hajó, de 800 fővel érkezett az olasz partok közelébe, ahogy szoktak. Azzal a kis különbséggel, hogy az utóbbi időben, mivel már a választás eredménye világos volt, igyekeztek minél nagyobb számba még a kormány megalakulás előtt afrikai bevándorlókat partra tenni, és egy ilyen típusú konfliktussal kezdeni a kormányzást. Úgy látom, hogy ez is szerepet játszott ebbe. Én biztos vagyok benne, hogy változás lesz az olasz kormány eddig követett migrációs politikájába. Megkezdődtek az egyeztetések azoknak a hajóknak a hovatartozása szerinti államokkal, Németországgal, Norvégiával, akik odaszállították ezt a 800 főt migránst. Franciaország is jelentkezett, hogy a nőket és a gyerekeket átvenné. Olaszországban is elkezdődtek egyeztetések, hogy kontrollálják a hajókon levők közül, kik azok, akik valóban jogosultak menedéki státuszra. Szóval ez egy olyan típusú bevándorlási probléma, amelynek nyilvánvalóan, hogy komoly kihatása lesz az olasz és az Európai Uniós politikára. Igen, azért emlékezhetünk, Matteo Salvini még belügyminiszterként nagyon erősen beleállt ebbe a kérdésbe, és nagyon népszerű is lett, viszont amikor elvesztette a politikai támogatását, akkor viszont bíróság elé vitték. Most azt írta, hogy föltett egy ilyen kérdést, hogy hol kössön ki egy norvég hajó, amely menekülteket szállít? Hát Norvégia. Erre van az olasz kormánynak is ilyen irányú döntése, meg is kezdődtek az egyeztetések a norvégokkal is és a németekkel is, ahova ezek a hajók be vannak jegyezve. Egyelőre mindkét állam elzárkózott ettől, hogy befogadjanak migránsokat. Említettem, hogy talán Franciaország valamennyit befogadna. Mindaddig, amíg az Európai Unió, és ez igaz nem csak itt, hanem a magyar-szerb határa is, amíg nem teljesen világos az útbaindulás tervezőknek, hogy változott az Európai Unió migrációs politikája, és erőszakos módon, okmányok nélkül, a szervezett bűnözés segítségével nincs bejárat az Európába, az Európai Unióba, addig mindig lesznek kísérletezők, és lám-lám elég növekvő számarányba, hogy a mi határunkon is. Igen, és ez a következő kérdés, hogy mi a helyzet nálunk a magyar-szerb határon. 235 ezeret az elfogott illegális bevándorlók száma tavaly, ugyanekkor még éppen csak 100 ezer főnél jártunk, tehát itt egy 130 ezer fős növekmény van, és jelentősen több mint duplájára nőtt az elfogott embercsempészek száma is. Tulajdonképpen a magyar határi ostrom alatt áll, hiszen az érkezők, az ide tartók és az embercsempészek is teljesen világosan tisztában vannak azzal, hogy ez egy őrzött határ műszaki akadályrendszerrel és jogi előírásokkal, és mégis a balkáni útvonalnak az egyik fő iránya éppen a mi határunkat érinti. De a lengyelek is közben most már egyre erősebben védekeznek. A lengyelek korábban a belorusz határon kerítést építettek, amikor különféle elgondolásai voltak a belorusz állami vezetésnek, hogy migránsokat
küld rá az Európai Uniós határra, aztán megépült a kerítés, és most már ott is, sőt Lengyelország további szakaszokon is, Lettország, Litvánia is kerítésépítésbe kezdett, és az igazolódik ezekkel az építésekkel, amit 2015-ben megfogalmaztunk, hogy műszaki akadályrendszer nélkül ilyen tömegbe érkező illegális migráns nem tartóztatható föl. Azért, ugye, ahol már a szerb, meg a balkáni útvonalról beszélünk, miközben egyre több migráns érkezik Szerbiában, egyre forróbb a katonai helyzet Koszovó miatt. Ez befolyásolhatja? Hiszen ott azért a szerb rendőröket vagy katonákat leköti mondjuk ez a konfliktus. Ugye, pillanatnyilag a szerb hadsereg nem veszi észre a határizati feladatokba. Már most Észak-Macedón határra gondolok, meg a bulgár határra, ahonnan érkeznek az illegális bevándorlók, ellentétben a Covid-járvány időszakával, amikor igénybe vették a hadsereget. Nyilván egy háborús helyzet, vagy egyáltalán egy politikai feszültség óhatatlan, hogy kihatással van az illegális migrációra is, akár visszatartó, akár ösztönző hatással. Azok az információk, amelyeket például az európai biztonsági szervek szereznek mondjuk a terrorizmussal kapcsolatban, az látszik, hogy az iszlám állam is felfedezte ezt a háborús konfliktust, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik, és Európa figyelmét jelentősen leköti, hogy vannak olyan törekvések, hogy hasonlóan 2015-höz most is terrorista csoportokat juttassanak be az Európai Unióba. Nyilván mindent megteszünk mi is, és más biztonsági szervek is, más országok biztonsági szerve is, hogy ezt megakadályozzuk. A határvadászok egyébként, akikről beszélgettünk korábban, akik munkába álltak a határon, hogy teljesítnek, milyen első tapasztalatokat lehet leszűrni? Ugye ez egy gyakorlatszerzési időszak, a rendőrökkel közös szolgálatot teljesítenek, miközben újabb és újabb csoportok kiképzése kezdődött el. Úgy látjuk most, hogy a tél beálltára a szolgálatba léptetett határvadászok száma elérheti az 1000 főt is. Ebben az esetben megkezdődhet a honvédség erőinek a kivonása, vagyis az az elgondolás, ami alapján egyáltalán megkezdődött ez a határvadász szolgálat megszervezése, ez eredményre vezethet és biztosítani fogja tudni a magyar határbiztonságát, a magyar határüzetet és a magyar emberek biztonságát ezáltal. És közben a magyar-ukrán határon mi a helyzet, hiszen onnan is rengeteg menekült érkezik, de ott is azért őrizni kell a határt. Meghaladta az 1 milliót a érkezett menekültek száma. Itt is nagyon érdekes, az Európai Unió most osztott pénzt azokba az országokba, ahová nagyobb számban érkeznek menekültek Ukrajnából, ebből Magyarország nem kapott ebből a pénzből. Van erre valami indoklás, hogy miért? Nem szokott ilyenre indoklás lenni, vagy néha aztán egészen furcsa indoklások hangoznak el, általában a jogállammal, meg a sajtószabadsággal összefüggésbe szoktak ilyenkor valamilyen hibát élelmezni. Én nagyon bízok abba, hogy az a szűrő ellenőrző tevékenység, amelyet például az ukrán határon végzünk, és az a határbiztosítási tevékenység, amelyben a Magyar Honvédség is részt vesz, képes lesz tartósan is szűrni az érkezőket, távol tartani azokat, akik nem jogosultak menekült státuszra, és oltalmazni, védelmezni a határbiztonságot, az ott élők biztonságát. Orosz menekültek, vagy oroszok, nem. Akik mondjuk nem érkeznek? Nem. Ők másfele szoktak menni, jelen pillanatban inkább úgy látom, hogy Grúziába, Kazasztánba, más ilyen országokba tartanak. Van, ahol nem nagyon szívesen fogadják őket. Elsősorban, akik útba indultak jelenleg, azok, akiket úgy gondolták, hogy ők ki szeretnének maradni ebből a részleges mozgósításból, amit Oroszország elrendelt, tehát nem akarnak a hadseregbe bevonulni, inkább külföldre távoznak. Meglátjuk, hogy a háború, vagy netalántán a háború befejezése lehetséges-e, egy béketárgyalás, egy tűzszünet legalább lehetséges-e. Ebben Magyarország konzekvens álláspontot képvisel, legalább tűzszünetre van szükség ahhoz, hogy kialakulhassanak a tárgyalások, és megkezdődhessenek a tárgyalások, amelyek elvezethetnek a háború befejezéséhez, mindazon negatív következményekkel együtt, amelyet a háború idéz elő, akár a szankciós politikába, akár biztonsági fenyegetésbe, akár más szempontok szerint. Bakondi György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.